Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, ja, jöjjön egy kis a Warframe, már nagyon a tetejére hág a Fortuna update, november első hetében fogjuk megkapni, ha minden igaz, ha nem lesz belőle delay, úgyhogy, ja, de addig is beszélgessünk egy kicsit Nézáról, és kétség kívül, hogy a Néza az update-je óta az egyik érdekesebb Warframe, nem azt mondom, hogy a legjobb, mert ez ízlések és pofonok, de azt kell mondjam, hogy az egyik izgalmasabb lett számomra abból a szempontból, hogy hogyan kell vele játszani, vagy hogyan kell csinálni a dolgokat. Még például ilyen Warframe-ek nálam, az Excalibur, vagy az Oberon, tehát valami olyasmi, amivel kicsit extrát, egy kicsit többet kell hozzáadni ahhoz a bizonyos játékhoz. Ugye csináltam a livestreamet most vasárnap, nem mondt vasárnapon, ugye, és beszélgettünk ott is egy kicsit Nézáról, és sokan kérdezték tőlem, hogy mi a véleményem, ugye az új Warframe-ről, és majd rátérünk arra is, de egy valamit észrevettem, az új Warframe is egy olyan Warframe lesz, ami egy kicsit többet kell tenni azért, hogy sikeresen játsszál vele. Szóval lehet, hogy ebből a szempontból jónak néz ki az új Warframe is. Na de, a mostani témánk a Néza, és hogy ki, hogyan modolja, illetve én hogyan látom a Warframe-et, illetve egy észrevétel, amit szeretnék veletek megosztani, és nagyon fontos, hogy észrevétel, amit szeretnék veletek megosztani, és persze a végén úgyis ti döntitek el, nektek lesz ez a ti játékotok, ez csak egy aféle dolog, amit észrevettem, illetve megosztok veletek, hogy esetleg hát, hogyha javít, vagy ront, vagy akármit csinál a játékotokkal. Nos, vágjunk is bele! Ugye a leglényegesebb adatok jelen pillanatban ugye a Nézáról az, hogyha a kettes képessége érinti az enemit, akkor bizonyos eséllyel dob életet, illetve energiát. Továbbá ugye, hogy 90%-os damage reductionje van a 3-as képességének köszönhetően, és ugye ezért, tehát a Néza update óta ezen vannak ugye a legtöbben, hogy is mondjam, vitába, hogy most jó-e ez a 90%, vagy nem jó ez a 90%. Amikor csináltam egy videót az update-ről, akkor beszéltem róla, hogy nekem bejön ez a 90%, mert sok lehetőséget ad modolás terén, és tekintve azt, amit fogok mondani ebben a videóban, még több lehetőséget fog adni modolás terén, még több játék stílusra nyílik lehetőség ezzel a Warframe-el, és azt hiszem, hogy ez egy tök jó. Ilyes valamit régebben tapasztaltam a Warframe-be, és már nagyon hiányzott ahhoz, hogy igazán valami értékelhetőt lehessen modolni a Warframe-ekkel. Szóval nagy általánosságban a mai napi Néza modolások, aki 2018-19 Néza modolások, a nagyjából úgy néznek ki, hogy van bennük egy Vitality, esetleg egy Steel Fiber akinek, de előfordul ugye, hogy benne van két másik mod is, az egyik az az Equilibrium, a másik pedig a Health Conversion. Na most ugye az Equilibrium az energiát, ha energiát veszel föl, életet ad, ha életet veszel föl, energiát ad, egy fantasztikus mod, ami nagyon jó balanszba tartja a Warframe-eknek, ráadásul ennek van egy broken változata is, amiről úgy gondolom, hogy szinte jobban megéri, mint a teljes változata, mert nem foglal annyi helyet, de megfelelő mennyiségben tölt vissza energiát, illetve életet, és ezzel akár a Zenurik iskolát is ki lehet helyettesíteni. Aki van olyan szerencsés, hogy megvan a broken equilibrium, az szerintem jól jár, hogyha ezt használja. És ugye a másik mod, amit manapság beleraknak a Nézába, az a Health Conversion lenne. A Health Conversion konkrétan felveszel életet, armort fog adni, amit háromszeresen felszekkel, 450 armort. Elképesztő brutál armort ad a Nézának. Ezt ugye megszokták az emberek spékelni egy Arcane Guardiannel, Arcane Grace-szel még mellé, akinek van. És ezáltal a Nézára el lehet mondani, hogy igen-igen halhatatlan stádiumba esik a drága, ugye, és a legtöbb játékstílus abban merül ki, hogy az ember eldobja a kettes, szétlövi az enemiket, ami nagyon jó, mert lehetőséget ad egy változatos játékra a Nézával. Lőhetsz fegyverrel, kardozhatsz karddal, változtathatsz a játékstílusodon, mikor, melyik a harci stílus szeretnéd alkalmazni, és ez fantasztikus, mert hogyha érted, megunod a kardozás útközben, akkor
akkor változ fegyverre, és nem az lesz, hogy belehalsz, még akkor is, hogyha endgame-ben vagy. Szóval nézze, azért fantasztikus, mert hogyha endgame-ben vagy, megvan rá a lehetőséged, hogy nem kell lifestrike-hoz a kardoddal, hogy életben tartsad, hanem lőhetsz is. Na de! És itt jön a fordulópontja a nézának, és beszélgessünk egy kicsit a harmadik képességéről, ugye, amiről, hát talán a legtöbb ember, vagy nem tudom, de ugye van egy ilyen, hát mondhatni tévhit, vagy nem tévhit, hogy ugye 90%-os damage reduction. Beszélgessünk erről a 90%-os damage reductionről. Na szóval, a lényeges információ, amit tudnotok kell, hogy elkapjuk ugye a hármas képességet, és a hármas képesség ki fog írni neked egy adatot. Ennyi damage-et tudok elnyelni. Nekem mit tudom én, mikor elkapcsolom, ott van, hogy 4000 damage-et tudok elnyelni, és van egy ilyen sebezhetetlenségi stádium, amikor, hogyha rád lőnek, kiír egy elképesztő számot, mondjuk 10.000k damage. Ez a képesség 10.000k damage-et tud elnyelni. Ha értitek, mire gondolok. Maga a Warding Halo, a harmadik képesség, mit tudom én, ha el tud nyelni 10.000k damage-et, ez nem jelenti azt, hogy maga a Warframe is el tud nyelni ennyi damage-et. A Warframe-nek 90%-os damage reduction-je van, ha a hármas képesség be van kapcsolva. A Warding Halo el tud nyelni annyi damage-et, de annyi damage-et, amennyit kiírott, de ez nem jelenti azt, hogy a Warframe-et tud elnyelni annyi damage-et. Tehát 90%-os damage reduction-nel is egy adott ponton elérheted azt az enemy level-t, ahol az enemy téged egy hitel 90%-os damage reduction-nel is. És akkor ugye itt jön a kérdés. Na de hát akkor hol, és mi, és melyik, és hol, és mi, nem értem az egészet. Na de így van. Szóval tény és való, hogy maga a hármas képességet, ha elkapcsolod, lesz 90%-os damage reduction, de az nem azért van, mert a Warding Halo kiírja azt, hogy mennyi damage-et tud ő elnyelni. Az két külön dolog. Hölgyeim és uraim, ki lehet próbálni. Előbb fogy el az életed a magas szintű enemy esetében, előbb fogy el az életed, mint hogy a Warding Halo elnyeli azt a sok damage-et. Szóval tegyük fel, van 700 életed a vitality miatt, az előbb fog elfogyni 90%-os damage reduction-nel, mint hogy a Warding Halo felszívná mind azt a damage-et, és te túlélnéd. Na de semmi pánik, mert ugye a készítők erre gondoltak, és ugye mikor lejár a Warding Halo-d, van egy pillanat halhatatlanságot, ugye egy 3 másodpercnyi halhatatlanságot, ami a nézának biztosítja az igazi túlélést. Tehát, és itt jön az elmélet, és ti döntitek el ebből a szempontból, ezt az információt tudva szüksége van-e a nézának egy Steel Fiber-re, egy Health Conversion-re, Equilibrium-ra, akár még Vitality-ra is, menve olyan extrém dolgokig, azok a játékosok, akik hihetetlen módon tudnak figyelni, legalábbis több felé figyelni, ennyi felé figyelni, miközben lő rájuk 600 minden, ha tudsz figyelni az életedre, illetve konkretizálok arra 3 másodpercre, amíg halhatatlan vagy, hogy újra elkapcsold a Warding Halo-t, akkor kurva jó vagy, mert akkor igazából mindenféle erőmódot, vagy bármit belerakadsz a nézába, ami nem ugye Vitality, Health Conversion, Equilibrium, stb. Szóval ezekre nem lesz szükséged, hogyha tudsz alapozni arra 3 másodperces halhatatlanságra. Megint csak mondom, ez rajtatok áll. Én speciál az a játékos vagyok, aki nem tudok 600 felé figyelni nagyon, ezért igyekszem egy kicsit tankosítani azt a karaktert, és mindent megtenni azért, hogy én az én figyelmemnek megfelelően kényelmesen túléljek endgame-ben is, de ha belegondoltok, akkor valójában nincs rá szükség, hogy a nézába, a mai nézába belemenjen egy Vitality ebből a szempontból, egy Steel Fiber, vagy a Health Conversion, vagy az Equilibrium, mert hogy ha ügyes vagy, és tudsz számolni mindig a 3 másodperces halhatatlansággal, és hozzáteszem, ha elkapcsolod a Warding Halo-t, akkor elkerülöd, hogy az enemik eltaláljanak. Miért mondom ezt? Mert hogyha fölépíted a damage-et
a Warding Halo-ra, tehát mondjuk kiírja neked, mint nekem, hogy ú, most te 4000k-t damage-et tudsz elnyerni, de ha kiírja neked, hogy 20000k damage-et tudsz elnyerni, amire a 20000k damage-ed elfogy, addigra elfogy az életed is. Szóval a lényeg ugye, ha minél kevesebb damage-et kell elnyeljen a Warding Halo, az téged annál gyorsabban figyelmeztet arra, hogy hé, el kell kapcsolni a hármas képességet. Ha értitek, mert ami mondjuk az a 4000k damage, amit el tud nyelni a Warding Halo, az kb. Pont annyi, hogy még mielőtt az életemet le tudnák sebezni a 90%-os damage reduction-nel. Ha értitek az összefüggés, remélhetőleg érthető, vagy érthetően magyarázom el a dolgot. Szóval, ja, kapcsold el a hármast, ugra össze-vissza, hogy ne találjanak el az enemik, és ugye az nagyjából egyenes arányban lesz azzal a 90%-os damage reduction-nél, illetve azzal, hogy a Warding Halo mit tud elnyelni, mert a kettő ugye nem egyezik ebből a szempontból. Szóval, ja, srácok, ha végignéztétek a videót, hashtag maskabugyi, azt kérném leírni a kommentbe, hashtag maskabugyi, azt hiszem ugye, hogy úgy van értelme az összes kommentnek, amit írtok, hogyha ha tudom, hogy végignéztétek az egész videót. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, kérdéseket, válaszokat, kommenteket a videó leírásában várom szeretettel. Discord szerverünk bárki számára elérhető, Facebookon is megtaláltok, kérdések jöhetnek oda is. Köszönöm a figyelmet.